Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, az Időben műsorában vendégünk Gyöngyösi Ferenc bizottsági elnök. Egy szép hosszú nevű bizottságuk van, a Pénzügyi Gazdasági Városfejlesztés és Városüzemeltetési Bizottság, föl is kellett írnom, hogy ezt nagyjából precízen el tudjam mondani. Elnök úr, írt egy nyílt levelet Lázár Jánosnak, és az egész történet, amiről most beszélni fogunk, innen indult, már persze 10 évre vagy 12 évre visszamenő előzményei is vannak, de hát mégiscsak erről a nyílt levélről kell először beszélnünk, amire most választ is kapott. Egy rövid, szűkszavú választ a közigazgatás, a Lázár János országgyűlési képviselő irodájától tulajdonképpen. Elégedett a válaszsal? Köszöntöm én is a nézőket, hát csalódott vagyok. Az én levelemnek nem volt politikai indítatása, egyszerűen szerettem volna kérni az országgyűlési képviselőnket, hogy járjon közben a város érdekeiért, és csalódott vagyok a választ illetően abszolút. Mert hogy a válasz a Csongrád megyei kormányhivatalhoz irányította így van. A panaszát vagy a kérését. Így van. Hát a Csongrád megyei kormányhivatal is tud a problémánkról, tehát nem lesz új információ. Sőt, a belügyminisztérium is, hogy följebb menjünk. A nézők kedvéért, akik esetleg nem tudnak erről a nyílt levélről, ennek a lényegét idézze vissza, miben kérte a város országgyűlési képviselőjének segítségét? A COVID-19 vírus járvány miatt nehéz helyzetben vagyunk mi is, mint sok település. Ugye a gazdasági programunkat átírta nekünk is egyrészt a védekezés is, az arra fordított összegek, valamint az, hogy a kormány az megszüntette a parkolási díjak beszedésének lehetőségét, ezáltal ez kb. Évi 70 millió forintos kiesést jelent a városnak, illetve 124 millió forinttal kevesebb összeg jön be azáltal, hogy a gépjárműadót tovább kell a központi költségvetésbe utalnunk. És hát a város költségvetése kiadási és bevételi oldalon egyensúlyban volt. Tehát, hogyha valahonnan valami kiesik, akkor azt valahonnan pótolnunk kell. Ez idáig úgy gondolom, hogy egész jól vettük, de nincs olyan nagyon jó helyzetben a város. Sokfele megy ez, hogy a levelemnek az volt a viszont reakció, hogy csődben van a város. Hát csődben nincs a város, nehéz helyzetben ugyan van, de csődben nincs, és nagyon sok olyan visszafizetési kötelezettség terheli a költségvetésünket a régmúltból, amihez gyakorlatilag nekünk közünk nincs, és nagyon sok pénzt fizetünk azáltal vissza, hogy elődeink nem felelősség teljesen gazdálkodtak. Azt mondja, hogy nehéz helyzetben van a város. Milyen számokkal lehetne ezt leírni? Mennyi van a folyószámlán, úgymond, ezt milyen kötelezettségek terhelik? Az állam, a kormány az önkormányzat működésére havonta mennyi pénzt ad, és mennyibe kerül az önkormányzat működése havonta. Az, hogy a kormány mennyit ad, az utóbbi évtizedben jelentősen lecsökkent. Igen, hát körülbelül 2,5 milliárd forint van a város számláján, de azt tudni kell, hogy ebből közel 2,2 milliárd forint pályázati pénz, azaz mi nem költhetjük arra, amire szeretnénk ezt, hogy a hétköznapi ember is értse, egy Erzsébet utalványból nem mehetünk el a gumishoz, hogy cserélje el az autógumit. 360 millió forint körül van a szabad felhasználású pénz a számlánkon. Azt tudni kell, hogy a magyar kormány működési célú támogatást havonta 94 millió forintot biztosít az önkormányzat részére, de ez még az önkormányzat és intézményeinek dolgozóit, ebbe beleértve a polgármesteri hivatalt, a kapcsolatközpontot, óvodát, múzeumot, ezeknél az intézményeknél dolgozók bérét sem fedezi. Körülbelül 125 millió forint a havi bérköltség ezeknél az intézményeknél összeadva, és 94 millió forint, amit kapunk, tehát mi ezt pótoljuk. Azt mondta az online fogadóóráján, ha jól idézem, de ha nem, akkor pontosítson, hogy a város kibírta volna, hogyha ezt a 124 millió forintot a gépjárműadó miatt elveszíti, illetve a parkolási díjak nem folynak be. De van itt más probléma is, ez pedig a múltból eredezik. Mi ez a probléma? Igen, nagyon sok adósságot örököltünk, és ez mind az elődeink
felelőtlen gazdálkodásának eredménye. Én nem szeretnék visszafele mutogatni, és nem szeretném, ha ezt megint politikai útra terelné bárki. De a tények ismertetése a múltból az, az nem, tehát az, elmondom, az egyenlő a visszamutogatással? Nem, csak már kaptam ilyen kritikát is, hogy nem visszafele kell mutogatni. Hát én, nekem ez egy válaszreakcióm arra, hogy a vásárhelyi, hódmezővásárhelyi Fidesz kiadott egy olyan közleményt, hogy mi csődbe visszük a várost, és ezt fölkapta az országos média is. Hát erre viszont válaszul kiszedtem pár olyan tételt, kigyűjtöttem, ami a város költségvetését terheli, és gyakorlatilag nekünk csak a visszafizetés jutott ebből. Hát igen, a nyílt levelében is kormányhatározatok szerepeltek a 2010-es évek elejéről, amiknek a terhét most a jelenlegi önkormányzat viseli. Igen, 2011-12-13-ból már összesen 491 millió forintot fizettünk vissza, tőke plusz kamat összetételben. Mennyi van még hátra? Van most még egy tétel, aminek négy részlete 13,5 millió havonta. Ha ez letelik, akkor még van egy olyan tétel, amire kértünk szintén részletfizetést. Ez kamat és tőke összesen 720 millió forint. Általában egy évre kapjuk meg a részletfizetési lehetőséget. Ez 60 millió forintot fog jelenteni havonta a költségvetésbe, illetve 2014-ről is lesz majd egy visszafizetési kötelezettségünk, de arról még konkrét adatokkal nem tudok szolgálni. De annak meg havonta 60 millió forint körül lenne a terhe? A 2012-ből van egy, ami most igen, a kamat és tőke összesen 720 millió forintot fog kitenni, és ezt ha lebontjuk 12-re, ez 60 millió forintot fog jelenteni. Ez azért is érdekes, mert hogyha ezt a 60 millió forintot, a nézők nem tudom mennyire tudják követni a számokat, de ha ezt a 60 millió forintot, havi 60 millió forintot összevetjük azzal, hogy 90 milliót kap összesen a város a feladatainak az ellátására, akkor érezhető, hogy mekkora lehet a probléma ebből. És akkor ezeknek a visszafizetési kötelezettségeknek a felfüggesztését kérték önök a belügyminisztériumtól, és most Lázár Jánostól ebben kértek segítséget, mert a belügyminisztérium ezt elutasította? Így van, ugye hitelmoratórium van Magyarországon, és mi gondoltuk, talán ez ránk is fog vonatkozni. Hát úgy látszik, az önkormányzatokra nem. A belügyminisztérium felé, vagyis a magyar államkincstár felé, ha korrekt akarok lenni, a magyar államkincstár felé éltünk egy olyan kéréssel, hogy szeretnénk, hogyha ezt felfüggesztenék a veszélyhelyzet elhárításáig. Sajnos ezt a lehetőséget nem kaptuk meg. A Lázár Jánostól azt kértem, hogy járjon közbe, hogy hát ha el is törölnék. Azért ne kerüljük meg azt a kérdést, hogy ezek az adósságok, vagy ezeknek az adósságoknak egy része Lázár János idején keletkezett. Igen, tehát ez abból az időből származik, de szándékosan ezt így külön a levélben nem írtam oda, mert tényleg a részemről nem politikai kötélhúzás volt a szándék, hanem a segítségkérés. Polgármester úrnak is megemlítettem, de nagyon plastikus az összevetés, amit itt Koterle Gábor ebben a stúdióban tett a város korábbi gazdálkodásával és keletkező adósságaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy akkor, amikor 2012-ben a kormány eltörölte, elvette az önkormányzatok adósságait, persze a bevételeinek egy jelentős részét is, akkor Hódmezővásárhely olyan volt Magyarországon, mint Görögország az Európai Unióban. Tehát olyan mértékben adósodott el Hódmezővásárhely a többi önkormányzathoz, a többi városhoz képest, mint Görögország egész Európában. Igen, több mint 24 milliárd forintot vállalt át az állam. És hozzá kell tennem, hogy volt olyan képviselőtársam a Fidesz oldaláról, aki kritizálta a jelenlegi városvezetés azon döntését, hogy ebben a veszélyhelyzetben a bérekkel, illetve a kiadások csökkentésével próbál eredményt felmutatni, hogy 2008-ban, amikor szintén válság volt, ők nem léptek meg ilyen, eszükbe se jutott az, hogy ők hozzányúljanak bármilyen bérekhez. Azt kell tudni, hogy vagy kiadási oldalt csökkentjük, vagy a bevételt növeljük. Ugye a bevételi oldalunkat, is így van. A bevételünket azt megrövidítették, igyekszünk a kiadásokon csökkenteni, de a korrektség kedvéért azért azt elmondom, hogy 2008-ban a Fideszes városvezetésnek még lehetősége volt működési célú hitelt felvenni. Milyen nagyságrendben vett föl az akkori önkormányzat évente működési hitelt? 2008
2016-ban olyan 1,5 milliárd forintot, 2012-ben ez már 4 milliárd forint volt. Jelen pillanatban nekünk nincs ilyen lehetőségünk, mi egyetlen egy hitelt tudunk felvenni működésre, az a rullírozó hitel, amit nekünk december 31-én vissza kell tölteni abba az állapotba. Tehát ez ilyen átmeneti segítség adott éven belül. Mit gondol, más önkormányzat is van olyan helyzetben, mint Hódmezővásárhely? Igen, információink szerint nagyon sok önkormányzat küszködik most, és ez teljesen független attól, hogy milyen vezetésű város. Ezek a visszafizetendő tételek a belügyminisztériumnak mennek, és a fogadóóráján is elmondta pénteken, hogy tulajdonképpen nem teljes, nem adott számlát az önkormányzat, nem mutatta ki, hogy mire költött állami kormányzati pályázati pénzt. Milyen pályázatok, milyen projektek voltak ezek, amik mögé nem került számla? Kért és így adósság lett belőle, amit nem is írtak le a 24 milliárddal együtt, hanem fönnmaradt. Nagyon sokrétű, a gyermekétkeztetéstől a különböző rezsiszámlákig kértek pénzt, amit utána nem tudtak felmutatni. Például a rezsiszámlából annyit, amennyi lefette volna azt, amit arra kértek. Mondott egy érdekes esetet a zeneiskolával kapcsolatban, hogy mi is történt a zeneiskola épületével? Mi itt az önkormányzat gazdálkodásának akkori logikája? Hát abban az időben az önkormányzat ezt átadta az önkormányzati cégnek működtetésre, és kötelezte, hogy fél évvel később időpontra újítsa ezt fel. Kiárta azt, hogy készfizető kezesként lépjen föl a hitel felvételénél, és felvetetett 600 millió forint hitelt a városi céggel. 500 millió forint plusz áfáért, azt hiszem 635 millió forint, vagy nem is tudom a pontos összeget, felújították az intézményt, vagy az épületet, majd ugyanennyire eladták a magyar államnak. Tehát ez 2015-2016. Így van, így van. És ami a szépség még ebbe az egészben, hogy azt a pénzt azt nem a hitel kifizetésére költötték, hanem egyéb célokra, és ez a hitel ott maradt a városi cég nyakán, ami ugye az önkormányzat a készfizetőkezes, ez azt jelenti, hogy nekünk negyed évente 13,5 millió forintot adni kell ennek az önkormányzati cégnek, hogy fizesse a hitelt, és még fönt áll 418 millió 100 ezer forint. Tehát összesen csak a zeneiskola épületének ügylete miatt 418 millió forint adóssága van az önkormányzatnak a cégén keresztül. Így van. És akkor itt még meg sem említette, hogy az épületnek felújítás előtt is volt egy értéke. Igen, ami akkor a főkönyvben 125 millió forint volt. Nem épült be. Igen, igen. De hát nagyon sok a Váfikán keresztül a babakötvények pénze nem állt rendelkezésre, vagy ha azt nézzük, hogy Hegedű Zoltán volt alpolgármester úr Facebook bejegyzésében hozott egy listát az átadás átvételről, ott ha kigyűjti az ember és állítja, hogy 1,5 milliárd forint volt a számlán, ami így van, de abból 760 millió forint az pályázati pénz volt, és csak a nagy pályázati pénzeket kigyűjtve kellett volna a számlán lenni jóval több pénznek, tehát összesen 3 milliárd 20 millió forintnak kellett volna a számlán lenni, vagy 24, tehát több mint 3 milliárd forintnak kellett volna a számlán lenni annak a pályázati pénznek, amihez hozzá sem szabad nyúlni. Igen, mert ez iskolák felújítása, kerékpárút építés, ilyen típusú pályázatokra, modernvárosok programra kapott pályázati pénzek, és akkor azokat még nem költötték el, még a számlán kellett volna lenni ezeknek így a pénzeknek? Van, ott 3 milliárd forintnak a számlán kellett volna lenni csak pályázati pénznek, és Hegedű Zoltán nyilatkozott, hogy 1,520 millió forint volt a számlán, ugye fele annyi, de hát ugye 1,5 milliárd hiány volt, és még az a ferdítés, hogy 1,350 millióval számoltak még adót, de ugye ez februárban volt a választás, és az adók azok március végével jönnek be. Tehát még ott ha az ő állítását nézzük, hogy 2,850 millió forintnak kellett volna a számlán lenni, még az sincs annyi, mint amennyi lekötött pénznek kellett volna a számlán lenni, és akkor arról nem beszélünk, hogy márciustól szeptemberig a következő adófizetési fél év, ugye mert márciusban, szeptemberben szed adót az önkormányzat,
nem lett volna semmilyen tartaléka a működtetésre. Ezek mennyire fekete-fehér tények? Ezek eléggé, több esetben feljelentés is született. Például belügyminisztériumi feljelentést a közép-magyarországi NAV vizsgál, már több mint egy éve tettünk feljelentést, de még számunkra látszólag nem történt ebben előrelépés. És mondjuk egy ilyen zeneiskolai történet? A zeneiskolai történettel kapcsolatosan nem tudom pontosan, hogy megtörtént a feljelentés. De hogy érzi, kellene emiatt feljelentést tenni? Hát én úgy gondolom, hogy milyen kategóriába tartozik egy ilyen ügylet, hogy az épület értékét nem veszem figyelembe, a felújítás értékéért eladom az államnak az iskolát, de a hitelt, aminek a terhe ott marad az önkormányzaton, azt fölélem. Igen, én a versenyszférából jövök, ott ilyen elő nem fordulhatott volna, hogy bármikor a munkáltatómnak kárt okozok, hogy én ott maradtam volna a helyemen. Hát ez a közigazgatás, ez egy más világ. Véleményem szerint minden ilyen vélt törvényellenes dolgot ki kellene vizsgálni, hogy valóban az-e, és meg kéne keresni a felelősét. Nekem nem tisztem állást foglalhatok benne, nem tisztem azt mondani, hogy ez bűncselekmény volt. Számomra annak tűnik, és akkor amennyiben bűncselekmény volt, felelősének is kellene lenni. Több esetben mondom, tettünk feljelentést, ez konkrétan nem tudom, hogy ebben az esetben megtörtént-e. Hát bízok benne, hogy előbb-utóbb ezek a feljelentések is végigmennek, és meg lesznek a felelősök is. Hol tartana most a város, hogyha ezt az adósságszolgálatot nem kellett volna teljesíteni, és teljesíteni most is, tehát nem teljesíteni az elmúlt két évben, illetve teljesíteni jelenleg is? Hát, hogyha számolom azt, hogy a BM-nek, vagyis hogy a Magyar Államkincstárnak ugye a belügyminisztérium által meghatározott visszafizetési kötelezettségeket nem kellett volna eddig fizetni, az 491 millió forint lenne. Ehhez hozzájön a kórháznak visszafizetett 2012-ből származtatott 166 millió forintos, hát több 244 millió forint tartozású 166 milliót fizettünk vissza. Ha hozzáveszem azt, hogy a beszállítói tartozásokat lecsökkentettük 188 millióra, és az 344-jel kevesebb, mint 2017 év végén, illetve azt, hogy mennyi pénznek kellett volna fixen a számlán lenni a pályázati pénzekből, az a másfél milliárd, akkor az 2,8 milliárd forint. Ha még a Váfikát is veszem a babakötvények kapcsán, hogy ott is több száz millió forint nincs meg, tehát 2,8 milliárd alapból több pénz kéne, hogy legyen a számlánkon most. Mert ezt a másfél milliárdot nekünk vissza kellett tölteni. Látják-e már ennek a pénzügyi helyzetnek a végét? Igazából megítélésünk szerint jövő év végére rendbe lehetett volna hozni a vásárhelyi költségvetést. Jelen pillanatban a COVID-19 vírus járvány miatt ez most kétséges, hogy akkorra tudunk-e olyan szintre jönni, hogy komolyabb beruházásokat is tudjunk vállalni önerőből. Akkor, hogyha az ingatlanadóhoz pozitív értelemben már a lakosság szempontjából és a vállalkozások szempontjából pozitív értelemben nem nyúlnak hozzá, vagyis nem csökkentik, akkor most jobban állna a város? Hát 5 adófél év volt eddig, ha úgy nézzük, hogy 2018 februárjától, ugye 2020 februárjáig, vagy márciusáig, azért március és szeptember ciklusokba fizetjük fél évente, ez alatt az 5 fél év alatt 970 millió forintot hagytunk a vásárhelyi lakosságnál, illetve a vásárhelyi vállalkozásoknál. Ha pontos akarok lenni, a magánszemélyeknél 674 millió forint megközelítőleg, a vállalkozásoknál pedig 297 millió forint maradt. És ebbe a korrektség kedvére elmondom, hogy a vállalkozási sokat érintő negatív hatás, hogy volt egy cég, akinek visszaemeltük az adóját a többi mértékéhez, is kevesebbet fizet ma, 30%, mint 2017-ben fizetett, és ezt is beleszámoltam már abba, hogy a vállalkozásoknak 297 millió forintot spóroltunk meg. Tehát közel 1 milliárd forinttal több lenne, ha nem töröltük volna ezeket az adókat. Ezt az ígéretet polgármester úr akkor tette, amikor Hegedű Zoltán lenyilatkozta a kampánya során, hogy a városnak nincs adósága. Ami aztán kiderült, hogy nem igaz, de én nagyon örülök, hogy ezt a lépést meghoztuk, és ezt végig is fogjuk vinni így.
A nyílt levelével kapcsolatban, hogy visszatérjünk oda, ahol kezdtük, és ezzel is zárjuk akkor, a nyílt levelével kapcsolatban milyen reakciókat kapott a fogadó óráján, a kommentekben, a választókörzetéhez tartozó lakóktól, milyen megjegyzések, vélemények jöttek? Már amikor megírtam, és még akkor a válaszról szó sem volt, már akkor nagyon szkeptikus volt a vásárhelyi lakosság az együttműködést illetően. Lehet, hogy naívan kezeltem ezt a dolgot. Én hittem abba, hogy esetleg most egy együttműködés elkezdődhet ez irányba, mert hiszem azt, hogy mint országgyűlési képviselő ő is tudna tenni a városáért, a szülővárosáért. Hát negatív kommenteket kaptam, nem én rám nézve negatívakat, hanem az országgyűlési képviselő urat minősítették több esetben, és mondom, nagyon szkeptikus volt a lakosság már a levél megírása után is. És a lakosságnak az a része, amelyik nem önökre szavazott, most kinek hisz? Nem tudom. Vagy foglalkoztatja egyáltalán ez a van csőd, nincs csőd, ki okozta, kitől származik a tartozás? Ez a kérdés foglalkoztatja az embereket? Én úgy gondolom, hogy ha ilyen értelemben nézzük, akkor három felé bonthatjuk a lakosságot. Van, aki meggyőződés szerint az előző városvezetésnek hisz, de mi nekik tudnánk adatokkal, tényleges dokumentumokkal szolgálni, hogy meggyőzzük őket, de egy rétegét akkor se fogjuk tudni meggyőzni, hogyha tényleg oda visszük akár a bankba, vagy hogy megmutatni, hogy van pénz a számlánkon, nem vagyunk csődbe, vagy az összes dokumentumot a rendelkezésükre bocsátjuk. Őket akkor se fogjuk, hogyha a kész tényeket odafektetjük eléjük. Vannak, akik hisznek bennünk, és hiszik, és hisznek a szavunknak, és hisznek a dokumentumoknak, illetve vannak azok, akik nem foglalkoznak különösebben a napjainkban dúló politikai csatározásokkal, és én hiszem azt, hogy esetleg nekik fölnyílik a szemük olyan értelemben, hogy mennyi pénzzel lettek megkárosítva ők. Mert ezt nem tőlem vették el, vagy polgármester úrtól, ezt mindenkitől. A felelőtlen gazdálkodásnak mindannyian isszuk a levét. Ez a sok száz millió forint, amit visszafizettünk már, és még készülünk visszafizetni, sőt, hát már most több milliárd forintról beszélünk, amit már eddig visszafizettünk, ez rengeteg pénz, ebből nagyon sok mindent meg lehetett volna csinálni. Ha csak abból indulok ki, hogy egy játszóteret, egy teljesen új játszóteret létesítettünk Kishomokon, összefogásból 3 millió forint volt az összköltségvetése annak. Tehát ahhoz képest ezek... Elég takarékosan dolgoztak akkor. Igen, ezek nagyon nagy számok. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy beszámolt a nyílt levélről, a fogadó órájáról és hát a számokról. Ez a műsor most a számokról szólt. Remélem, hogy el tudtuk mondani azokat az adatokat, amelyek segíthetnek a nézőknek eldönteni, hogy is áll a város most. Köszönöm szépen még egyszer, hogy vendégünk volt. Nézőinknek a figyelmet köszönöm, viszontlátásra. Bye.